Hétfőtől vasárnapig tartó nemzetközi junior teniszverseny kezdődött a Kiskút Teniszklubban. A tornára a világ számos országából, a többi közt a távol-keletről is érkeznek versenyzők. Ez a verseny benne van az ITF naptárban és a Magyar Teniszszövetségnek is a szervezésében jött létre. A minőségéről csak annyit, hogy ezelőtt egy héttel még 200 várakozó volt arra, hogy egyáltalán nevezhessenek erre a versenyre, tehát hogyha visszalépésekre várva, ez mondjuk kicsit gyakorlat is, de nem ekkora számba, hogyha visszalépőkni esetleg tudjanak helyezkedni, mert komoly ranglista pontokat lehet szerezni itt a versenyen. A versenyt a 18 év alatti korosztály számára rendezik, fiúk, lányok számára egyaránt. 32-es főtábla van és 32-es selejtező van, tehát összesen 128 versenyző indul a tornán. Hát a lányok vannak egy kicsit kevesebben, a fiúk azok 30-an vannak a selejtezőben, a lányok csak 25-en. A selejtezők szerdáig tartanak, majd szerdától vasárnapig a főtáblára jutott versenyzők mérkőznek meg egymással, csütörtöktől pedig a páros versenyek is elkezdődnek. A Kiskút Teniszklub 4 versenyzővel képviselteti magát a tornán. A fehérváriak a fiúknál Juhász Bence, a Budai Zoltán és a Kurucsai Dominik, a lányoknál pedig a Szabó Loráért szorítunk, akik a klubnak a játékosai, versenyzői. Őnekik ez egy nagy lehetőség, hogy junior világmajorista pontot szerezzenek, reméljük, hogy tudnak vele élni. Hogy a székesfehérvári indulók mennyire tudtak élni a lehetőséggel, az majd csak a verseny végén fog kiderülni. Az elvárások és az esélyek alapján akár a legjobb 4 elérése sem elképzelhetetlen. Azonban a legfontosabb, hogy a versenyzők minél több világranglista pontot, valamint nemzetközi tapasztalatot szerezzenek hazai környezetben.